Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitay György vagyok, mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornánk. És persze azt szeretném, ha ez nem csak az én alapszakácskönyvem lenne, hanem az önöké is, úgyhogy azt javaslom, iratkozzanak fel. És akkor ma, ugye a sok-sok magyaros étel után egy kicsit, még ha csak virtuálisan is, de utazunk, méghozzá Koreába, és egy koreai csirkeszárnyat fogok készíteni. Ennek az a lényeg, hogy kétszer kell sütni, hogy jó ropogós legyen, és a kínai receptekhez hasonlóan ez is kap egy vékony mázat utána. Mutatom is. Vásároltam 12 darab csirkeszárnyat. Háromszoros körbejártam a piacot, hogy a legnagyobbat kapjam. Hát ennyire sikeredett nagyot vásárolni. Másfél kiló lett ez a 12 darab. Maga a tisztítás úgy néz ki, hogy ha látunk rajta ilyen toll maradékot, akkor azt vagy csipesszel, vagy kézzel kiszedjük, ezután ezt a szárny véget, ezt lecsapjuk. Én ezeket félreteszem, ebből majd alaplevet fogok főzni. A forgónál ketté vágom, így, és nekem úgy adták most a szárnyat, hogy rajta van még egy kicsi ilyen rész, ugye a törzséből is. Azt is itt levágom, és akkor van három ilyen kis rész, amit majd sütni fogok. Tehát még egyszer, ez a rész, ami a törzséből rajta maradt, ezt levágom, megy a tálba, forgónál ketté vágom magát a szárnyat, és a szárnyi vég, az pedig megy alaplének. Most jön egy alapos mosás, és már is folyt köv. A húst befűszerezem, nevezetesen kerül rá egy pupozott kis kanál só, megborsozom, és ezúttal nem takarékoskodom a borssal. Nagyjából egy pupozott kis kanálnyi gyömbért reszelek rá. Három nagy gerezd fokhagymát apróra zúzok. Ha volna benne zöldes csíra, azt mindenképpen kiszedem, mert az okozza a fokozottan kellemetlen ízt és illatokat, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy erős ízt és illatokat. Ezt a fokhagymát egy nagyon picit megsózom, így, és most a késnek alapjával ellapítom, illetve hát összetöröm, nem is ellapítom, összetöröm teljesen. Amikor ez megvan, már mehet is a csirkére. Így. Ő most másféle fűszerezést nem kap, így teszem félre, amíg először is elkészítem a mázat, azután pedig majd a csirkeszárnyat fogom sütni. Ahogy lehet látni, nem csöpögtettem le 1000%-ig precízen, szándékoltan hagytam egy kicsit nedvesen, ugyanis az lesz a következő fázis, hogy egyesével beforgatjuk burgonya keményítőbe. Majd fölmerül a kérdés, természetesen igen, lehet kukorica keményítő is. Ha nem szárnyakat sütünk, hanem mondjuk nagyobb csirkemell kockákat, akkor nem egyszerűen krumpli keményítőbe szokták forgatni, hanem egy nagyon vékony masszát készítenek keményítőből, pici sütőporral, liszttel és egy kevés vízzel. Az előzőekhez hasonlóan egyetlen kis kanálnyi gyömbért lereszelek. Négy nagyobb gerezd fokhagymát, pontosan úgy, mint az előbb, fépesre zúzok. Serpenyőbe öntök jó két evőkanálnyi szezámolajat. Ez pirított szezámmagból készült szezámolaj, ennek az íze, illata intenzívebb. Hozzáadom a fokhagymát és a gyömbért. Mondjuk, amikor már hallom, hogy elkezd egy kicsit dolgozni az olaj, innentől kezdve egy olyan fél perc maximum, amíg én ezt itt megforrósítom, nem mondanám pirításnak. A szezámolaj, a fokhagyma és a gyömbér illata így együttesen tényleg tiszta aromaterápia. Fantasztikus. Nagyon lehet szeretni ezt a fajta ízvilágot. Az eredeti receptben választhatunk. Adunk hozzá nagy szárított és nagyobb darabokra vágott
chili paprikát. Adunk hozzá mondjuk szárított chili paprikát, mondjuk egy ilyen kiskanálnyit. Én jó magyar szokás szerint adok hozzá egy ilyen csapott kiskanálnyi erős pistát. Nagyjából újabb ilyen 20 másodperc alatt az egészet kevergetve megforrósítom, majd ráöntök 5 evőkanál sötét szójaszószt. Nézzük! 1, 2, 3, 4, 5. Kerül hozzá 5 evőkanál kukorica szirup. Nézzük csak! Azt mondja, hogy... Sőt, ezt inkább ide teszem rögtön. 1, 2, 3, 4, 5. Föl fog merülni kérdésként, igen, lehet mézet használni kukoricaszirup helyett, de miután ez az eredeti, én most azért ezt tettem bele. Kerül hozzá 1 evőkanál fehérborecet, rizsecet, vagy éppen balzsamecet. Én most azt hiszem, hogy maradok a fehérborecetnél. Így, egy ilyen jó evőkanálnyi. Kerül bele 1 evőkanál mustár. De ez a mustár, ez lehet történetesen magos mustár is. Szerintem azzal még izgalmasabb ez az egész. Úgyhogy maradok annál, hogy ebből is teszek bele. Így. Kerül még hozzá egy evőkanálnyi barna cukor, és a tűzről lehúzom, ez kész is van nekem. Nézzük. Mondjuk így egy jó evőkanálnyi barna cukor, ez esetemben egyébként nátszukor volt. És már nem is forralom tovább, teszem félre. Következő feladat, a csirke falatokat a burgonya keményítőben megforgatom. Egyszerre nem teszek bőle csak mondjuk így egy 3 darabot, és szépen egyenként megforgatom a keményítőben. Amikor mindenhol jól bevonta, egy nagyon picit leütögetem róla a felesleget, és már megy is a tepsire. Ez itt 10 deka burgonya keményítő, amit beletettem a tálba. Megnézzük, hogy elegendő-e nekünk ehhez a mennyiséghez. Ha nem, akkor azt majd pótolom, és természetesen már a receptben úgy fog szerepelni. Még 4 dekát tettem ide krumpli keményítőből. Meghempergetem a maradék csirke szárnyakat is, így, és azután kezdődhet a sütés. Még annyi előkészítést tettem, hogy megpirítottam egy olyan 3-4 evőkanálnyi szezámmagot serpenyőben, aranybarnásra, erre majd a tálalásnál lesz szükségünk. Nagyjából ilyen 175 fokos olajra van szükségünk. Ha nincs hőmérő, akkor jön a szokott módszer, egy pici keményítőt bele, szórunk, lehet látni, hogy elkezd sülni, úgyhogy mehet bele a csirke szárny. De ne tegyünk bele egyszerre nagyon sokat, mert akkor túlzottan lehűti az olajat. Körülbelül ennyit első körben. A stopperem szerint 7-es perc telt el, úgyhogy az első sütést itt ennek a pár darabnak be is fejezem. Jöhetnek ki a szűrőrácsra, és ugyanígy fogom elkészíteni, kvázi elősütni az összes többi szárnyat. Időközben az olajunk túlforrósodhat, lehűlhet, tehát ne hagyjuk ott, mindig egy kicsit nézegessük, hogy éppen hogy áll, és szükség szerint kapcsoljunk akkor erősséget. A zsiradékot tehát forrósítsuk egy olyan 10 fokkal erősebbre, és közben, amennyit csak tudunk, szedjünk le a leeső ilyen bevonatból. Tehát amennyire csak lehet, tisztítsuk meg az olajat. Megforrósítottam tehát az olajat, jöjjön a második körös sütés. Így fogja elnyerni tulajdonképpen végső ropogós formáját a csirke szárny. Továbbra se teszünk bele olyan túl sokat a zsiradékba. Nagyjából így most már optimálisan tud sülni, hogy szép aranysárga legyen.
és elindítom a stopperemet, és nézzük, hogy hány perc. Pontosan 10 perc volt a második sütés, és lecsöpögtetem a csirkefalatokat, és mennek egy tálba. Remélem lehetett hallani, hogy mekkorát koppantak, ez szándékolt volt. Ezzel is szeretném egy kicsit demonstrálni, hogy rendkívül finom ropogósak lettek. És amíg sülnek, ugye a szezámmagot már említettem, hogy előkészítettem, közben hátra egy kisebb lábasba tettem föl pirulni mogyorót is. Nem kötelező kétféle olajos magnak lennie az ételen, vagy szezám, vagy mogyoró, de van, ahol mind a kettőt tesznek rá, de én úgy gondoltam, hogy most így nekünk tökéletes lesz. Annyi feladat van hátra, hogy az idő közben ugye teljesen szinte megkötött mázunkhoz, teszünk olyan 2-3 evőkanál vizet, de ne többet, és ezzel újra annyira megmelegítem, hogy bevonóképes legyen. Ugyanis az lesz a legutolsó feladat, hogy a ropogós szárnyakat ezzel a szósszal összeforgatom. No, meg az időközben kisütött mogyoróval, végül pedig a tetejére szezámmagot hintek. Tehát akkor ezek a ropogós falatok mehetnek bele ide a mázba. Az a cél, hogy vékonyan bevonja ezt a ropogós bundát, tehát nem kell ennek olyan vastagnak lenni, mint a kínai ételek esetén. Inkább csak az a fontos, hogy egy plusz elképesztő ízesítést adjon itt ennek az egész dolognak. És akkor most annyi a feladat, hogy így még egy kicsit összerázom. Hozzáadom a mogyorót. Ezzel is összeforgatom. És akkor jöjjön egy kóstolás. Muszáj demonstrálnom azt, hogy mennyire ropogós. Megpróbálom itt a mikrofonom. Óriási. A keményítő alatt a csirke bőre fantasztikusan, hihetetlenül finomra sült. A hús szaftos. Kívül ropog. Figyeljék el, ez valami fantasztikus ízkombináció így együtt. Ropogós bőr. Van ez a fűszeres máz. Egyszerűen zseniálisan finom. Úgyhogy remélem az én fiam se sértődik meg, mert ugye este foci meccs van, és gondoltam, hogy akkor ezzel beülünk a meccs elé. Mégiscsak adjuk meg a módját. Nincs más hátra ezeket a jó ropogós koreai szárnyakat. Tányérra teszem, tányérra halmozom, megszórom pirított szezámmaggal. Aki szeretne színt vinni bele, piros vagy zöld, vagy akár mindkettő csilipaprikát nagyon vékonyra vágva, vékonyan fölkarikázva, nyugodtan tehet rá, szórhat rá. Lehet rászórni fölkarikázott újhagymát díszítésképpen, de gyakorlatilag ennyi, semmi mást nem igényel. Tehát jöjjön akkor a szezámmag, ezt minden esetben pirítva tesszük az ételre. Így. És ezzel most készült el nekem a koreai csirkeszárny. Akinek szimpatikus volt az étel elkészítése, kérem nyomjon a videóra egy lájkot. Aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt gondolom jó, ha megteszi, hiszen most már több mint 300 videóból válogathatnak, és igen széles a választék. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, kitűnő egészséget kívánok szíves mindannyiuknak.